Sziasztok, kedves tévénéző cimboráim! Elérkeztünk a ZIL 130-as sprintires túravezetésem utolsó epizódjához, ugyanis most le fogjuk szállítani a fát. Bizony, az előző két adásban láthattátok, hogy mennyi megpróbáltatás ért minket a hardcore szállítmányozás területein, és lassacskán már eljutok arra a pontra, ahol is bizony le fogom tudni rakni a értékes rakományomat. Már ezt értékesnek lehet nevezni, mert szerintem több gázolajat elégettem, mint amennyit a fa önmagában ér. De ezt tudjuk be a játéknak, na mindegy is. Mint látható volt, egy pár száz méterre van tőlünk a lerakodó hely, én meg megpróbálok valami jó kis zugot találni, ahol meg tudom közelíteni anélkül, hogy eltemetném magam a sárba. Hát most van itt ez a igencsak megviselt földút itt a mellettünk íme, itt vágok rajta át keresztül éppen, csak egy szikla elállja az utamat. És én inkább úgy döntöttem, hogy most benézek az erdőbe, hát ha ott találok valami egyszerűbb ösvényt, ahol kevésbé komplikáltabb a szállítmányozás. Reményem szerint kivitelezni fogom ezt a feladatot, de hát majd kiderül, mert ez a játék folyamatosan meg tud engem lepni. Annak ellenére, hogy amúgy ez egy baromira egyszerű játék, mert csak egy térkép van rajta, egy autó, és kb. Fák, meg bokrok, meg pocsolyák, meg sziklák, meg ennyi. És akkor köztük kell gravírozni, de hát na. Jaj, összességében nekem nagyon bejött ez a kis játékocska, hát most minden achievementet, meg ilyesmi túlót, azt azért nem fogok összeszedni, mert azért kell ehhez egy kötélidegzet, azt azért elárulom nektek, de hát szerintem ez már eddig is leszűrtétek. Mert kb. Ez az első olyan feladatunk volt, amit elkezdtünk csinálni, hogy menj el a fáért, aztán fogd a fát és vidd el A-ból B-be. Viszont ez baromira nehéz volt, szóval, és én nem tudom, hogy mit tartogat még a játék számomra, de egyelőre még majd még ismerkedek vele, és majd még meglátom, hogy lesz-e hozzá türelmem, mert hát azért gyerekek, ez igen komoly játék. Nem véletlenül ez inkább egy ilyen túlélő szimulátor kamionosok részére, szerintem. De mint látható itt a térképen, én hiába próbálok itt egy ösvényt keresni. Nem jutottam közelebb a célomhoz, sőt, most itt vagyok az erdőben, és hogyha arra felé mennék, hát lehet látni itt a fák között, hogy ott bizony egy mocsár vár rám, úgyhogy szerintem én vissza fogok tolatni, mert annyira nem kellemes elsüllyedni a mocsárban. Majd ha egyszer lesz egy ilyen légbánásom, akkor lehet azzal is megpróbálkozok majd fát szállítani, de egyelőre marad ez az IL-130-as. Valahol meg kéne fordulnunk, hát most még itt még a terep az engedi azt a lehetőséget, hogy megforduljunk, mert hát kb. Van annyi szabad helyünk. És még nem is olyan trablia talaj alattunk, mert voltak olyan részek is, ahol bizony azt hiszem, hogy tök nyugisan mehetek, és úgy elkapartam, mint annak a rendje. Már lehet látni, hogy itt is épp hogy csináltam valamit, már is felszántottam magam körül a világ mindensége. Úgyhogy most szépen visszamegyünk arra az igen kotvány útra, amitől rettegtem, és még mai napig rettegek, úgyhogy elkössük fel ezt a gatyát, mert ez a 100-valahány méter bizony, hölgyeim és uraim, nem lesz kellemes. Nagyon nem lesz kellemes. Nem is akarok tudni róla. Na jó, van. És beállítottam egy kis segítség gyanánt, ez a piros ilyen csík mutatja nekünk, hogy merre van a célállomásunk, úgyhogy hát már megint át kell verekedjen magam a sziklákon. Imádom a sziklákat, komolyan mondom ezek. De észrevettétek, hogy most mindenütt, ahol ilyen úrkereszteződés, meg ilyen ösvény lehetne, azt telerakták sziklákkal, nehogy olyan könnyen át tudjál már rajta menni. Ám én is. Na jó, van itt oldalt megpróbálok át osolni, de hát még így is lesz egy-két fél tonnás kő, ami utamat állja. Hála ének az ill azért az elbirkózik az ilyen fél tonnánál nem nagyobb kövekkel. Na, és íme a pokol. Bugyros mocsora, Istenem kegyelmez. Hogy fogok én itt ezen átmenni? Hát nem jó gyorsan, az így biztos. Hát pedig már olyan közel vagyok a célhoz, de ez, már látom is azt a valamit, ahova oda kell mennem. Na jó, szép óvatosba. Úristen, emberek, úristen. Azt mondja, hát ez még annyira nem is vészes. Próbálom követni ezt a kis sárgás, agyagos ösvényt. Talán ez vezet a jó útba. A kisebb ilyen, hogy is mondjam, ilyen geodéziát kell tanulni, vagy most nem, rosszul mondom, ilyen földtani ismeretekből azért nem állt, hogyha jártas az ember, mert valamire azt kell sasolni állandóan, hogy hol lehet keményebb a talaj, és hol nem annyira.
És most elérkeztünk megint egy nagy dilemmához. Belemenjek-e a vízbe, ami nem tudom, hogy mennyire mély, és hát igen. Milyen vastag ott a talaj, de hát az agyagos réteg arrafele visz. Vagy próbálkozok meg itt ennél a kis hepe-hupás emelkedő sáros résznél, ahol még sziklák is vannak, de én inkább a vizet választom. Csak nem annyira ezért genyók készítők, hogy még itt a végére azért úgy megszopassák a játékos, hogy esélye ne legyen átmenni. És tényleg nem szopadtak olyan, úgyhogy hála a jó Istennek, szerencsém van. És talán ez a pár méter már nem fog ki rajtam, és ott van a célállomás, hölgyeim és uraim, kérem szépen, ott a cél! Alig pár óra is eljutottunk, király, alig pár óra, ha! Istenem, köszönöm, beértünk, leraktuk a fát, haha! Hölgyeim és uraim, na most! Ez volt a sprintires túravezetésünk, ami egy ilyen offroados szovjet járműves szimulátor. Remélem tetszett ez a három epizód, amivel szolgáltam nektek, és hát ez a rövidke kis utazás, amit megtettünk a játék világában. Játszatok sokat, pihenjetek sokat, mert lassan jön az iskola, és hát találkozunk egy újabb játék bemutatójánál. Sziasztok!